Na csácsomi csőtészta csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Kipa jelentkezik a következő videóval, géptesztel, ami nem fog másról szólni, mint a DT-75-ös traktorról, lánctalpas erőgépről. Ezt a történetet egy kicsit máshogy kezdeném, mint ahogy szoktam. Nekem édesapám mindig szokta emlegetni, hogy ő neki az egyik kedvenc traktora, és az egyik első kedvenc traktora, amivel sokat dolgozott, az nem volt más, mint a DT. Mindig azt mondta, hogy a DT az jó volt, az tök szerette, az jobban tetszett neki, mint az MTZ, igaz, egy kicsit fapadosabb volt, nehézkesebb volt, de ő imádta a DT-t. És most egy kicsit kanyarodjunk ettől a típustól, szokott emlegetni még egy járművet, ami nem volt más, mint mindig azt mondta, hogy a Molotovval is szokott járni, meg a Molotovval hordtak ezt, meg azt. És ez a két jármű nekem nagyon sokáig nem jelentett semmit. Meg fogjátok látni, hogy a Molotov teherautó, ami a GAZ 51-es egyébként, hogy az milyen, hogy fog kapcsolódni ebbe a történetbe. De na, ott tartottam, ugye, hogy ez a kettő jármű nekem nagyon sokáig nem jelentett semmit. Később, amikor így elkezdett érdekelni a mezőgazdaság, meg a gépek, akkor ugye szembesültem azzal, hogy a DT az nem volt más egyébként, mint a DT-75-re gondolt, amit 1966-tól Magyarországon is használtak. Egyébként 63-tól gyártották a volgográdi traktorgyárban, de egyébként Volgográd, jobban be tudjátok azt úgy azonosítani, hogy előtte ugye Stalingrádként nevezték ezt a települést. Na igen, és akkor 66-tól ezzel a géppel dolgozott, ugye most már rájöttem, hogy később ugye az idők folyamán, hogy milyen traktorról is beszélt. Közben így nézegettem ugye a régebbi képeit édesapámnak, és akkor ott is megtaláltam olyan képét, hogy ezzel a típussal dolgozik, és elkezdett érdekelni a típus. De most a videó miatt másztam bele jobban egy kicsit ebbe az egészbe, és megint szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire szögegyszerű dolgokból, és mennyire nagyon jó konstrukciót tudtak a szovjetek mindig megálmodni és megcsinálni. Gyerekek, én utána jártam a műszaki dolgainak ennek a járműnek, a felépítésének, és azzal, tényleg azzal szembesültem, hogy gyerekek, ennél egyszerűbb jármű a világon nincs, és ennél tökéletesebb se létezik. Egyébként ez a jármű, ez ugye 75 lóerő, viszont a lánctalp szerkezetének és az áttételezésének köszönhetően hatalmas vonóerővel rendelkezik, úgyhogy nem igazán fogjuk tudni összehasonlítani most a gumikerekes traktorokkal, hiába 75 lóerőről beszélünk, viszont olyan kis végsebessége van, olyan eltételezése van, hogy hatalmas vonóerőre képes, főleg ugye ezzel a lánctalp szerkezettel. Na, de akkor, hogyha már így elkezdtük ezt a történelmet, akkor így vigyük végig. Egyébként tényleg a volgográdi traktorgyárban 1963-tal gyártott típus. Ezen kívül egyébként Kazasztánban is legyártottak be rettenetesen sokat. Ez a kettő gyár, amelyik foglalkozott vele. A kazasztáni gyár egyébként a rendszerváltás után, miután a Szovjetunió ugye felbomlott, ezután leállt, de még az a nagyon érdekes, hogy a D-75-ös altípusait még a mai napig gyártják a volgográdi traktorgyárban. Előzőleg már ugye említettem, hogy a traktor az rettenetesen egyszerű. Akkor beszéljünk egy picit erről, a felépítéséről. Például az alvázról. Az alváz az nem más, mint egy keretszerkezet. Négyszög keresztmetszetű zárt szelvényekből épül fel. Kettő darab végigfut a traktor teljes hosszában, és ezt kereszt elemek kötik össze. És az alvázhoz kapcsolódik gyakorlatilag minden. Ebbe kerül bele ugye a motor előre, erre kerül fel a... És ide tűzném be akkor, hogy miért beszéltem a GAZ 51-es Molotovról. A kezdeti típusok, azok a GAZ 51-es fülkét kapták meg. Egy teherautó fülkét dobták rá gyakorlatilag a járműre. És ugye nem kellett fülkét gyártani, ezzel így megoldották. De ugye erre az alvász keret szerkezetre kapcsolódik például, erre kerül fel ugye a járó szerkezet is, lánctalpas járó szerkezet, és
Gyakorlatilag ez így épül fel. Ennyi a traktor. Motor, gaz 51-es Molotovnak a kabinja, háta mögé kapott egy üzemanyagtartályt, és ennyi. Beszéljünk akkor már a motorról is, jó? Egyébként a DT-75 alapváltozatába egy 4 hengeres, 4 ütemű folyadékhűtésű örvénykamlás dízelmotort építettek be. És egyébként a dízelmotort egy hengeres vagy 2 hengeres benzinüzemű indítómotorral indítható. Az indítómotor pedig elektromos motorral rendelkezik. Indítómotorral rendelkezik, ugye így épül fel az indítás. Későbbi változatokat egyébként már csak elektromos indítómotorral látták el. Egyébként az 1970-es években modernizálták a típust, főleg a külső megjelenésében változott meg. Lecserélték a régi gaz 51-es teherkocsiról származó vezetőfülkét. A motorház burkolata és a vezetőfülke egy ilyen szögletes kialakítást kapott. De egyébként több változat is megjelent akkor már a D75BD, vagy DT-75B, DT-75N, DT-75S. Egyébként a motorban és a hidraulikus rendszerekben és egyéb felszereltségben különböztek. Egyébként a maga ez a szögletes fülkés változatból is több típus készült megjelenésre is. Például készült az, amikor a kabin bal oldalára került az üzemanyag tartály, és emiatt egy kicsit jobbra lett tolva a kabin, de a hagyományos kivitelt is alkalmazták, amikor ugye a kabin mögé került az üzemanyag tartály. Egyébként nagyon még egy érdekesség, hogy a korai változatok vezetőfülke ugye a gaz 51-es teherkocsiból származott, és a vezetőfülke télen benzinüzemű kályhával volt fűthető. Egyébként a traktor az elég kompakt méretű, egy ilyen 4 méter hosszat tudtak elképzelni, neki szélessége talán 1,75 volt, magassága viszont több mint 2 méter, hasmagassága az 376 mm volt, és üresen 5,7 tonnát nyomott, ugye viszonylag nehéz volt ez a jármű. És természetesen a motor az egy 75 lóerős erőforrás volt kezdetben, és amit hoztam nektek típust, amit ki fogunk próbálni, meg fogunk nézni, az is egy 75 lóerős erőforrással rendelkezik. Na de akkor vágjunk is bele, nézzünk be a boltba. Viszont mielőtt megnéznénk a boltba a járművet, és elkezdenénk tesztelni, szeretnék elmondani nektek valamit, hogy ezt a járművet nem fogom tudni összehasonlítani egy darab nem modolt járművel se, mert ez mint a játékban, mint pedig a valóságban, ez egy rettenetesen speciális jármű. 75 lóerős gépről beszélünk, viszont ugye ő neki a végsebessége 12 km per óra gyárilag. Ennek a típusnak, amit én ide hoztam nektek. És ebből kifolyólag teljesen más áttételezése van. Ugye a lánctalpaknak köszönhetően nagyon nagy tapadása van, és ezt a kettőt, hogyha összevesszük, akkor ugye értelmezhető, hogy ennek a járműnek mi az igazi funkciója. Az az igazi funkciója, hogy nem túl gyorsan, viszont hatalmas erővel tudjon húzni bármit is. Azt úgy értem, hogy igaz, hogy 75 lóerő, de hogyha nem tudom, gondolom mindenki, aki nem is annyira jártas ugye a különböző gépekbe, de ugye biciklisztetek már, és tudjátok, hogy egy kisebb fokozatba raktok le, akkor könnyebb tekerni. Hiába ugye ugyanolyan erősek vagytok, a nagyobb fokozatban nem tudjátok eltekerni. Tehát, hogyha úgy van leáttételezve egy jármű, például ez a TT, igaz, hogy csak 75 lóerővel rendelkezik, de viszont megvan az a hatalmas tapadás a körmös lánctalpaknak köszönhetően, és mindent is elhoz. Úgyhogy nem fogom tudni összehasonlítani még egy 100 lóerős traktorral sem, aminek nem olyan az áttételezése, aminek nagyobb a végsebessége, máshogy működik, gumi abroncsokon közlekedik, szóval ezt nem fogom tudni összehasonlítani. Na, de akkor nézzük meg magát a traktort. Egyébként kipróbáltam. Kipróbáltam ezt a traktort azért, mert ettől féltem. A lánctalpas traktor, mondom, hogy ez jól működik-e, meg igazából azért úgy próbálom tervezni ezeket a részeket, hogy azért egy olyan modot hozzak nektek, amelyik így megszólal, értitek. Hogy jó, hogy használható modról csináljunk azért tesztet. Szuper. Kipróbáltam? Jó. Egyébként a kis traktoroknál van, ugye itt van. Egyébként elvileg a leírás szerint egy kazasztáni modell. Kinézetben én ennyi változást találtam, hogy a Kazasztánban is gyártották, és ugye a
Volgográdba is, ugye a Stalingrád új neve, ott ezek, ezen a két helyen gyártották, összesen körülbelül 3 millió példánynál tartanak most, annyi legyártódott már ebből. A Kozasztániba elvileg a kellene lenni egy plakettnek, ugye egy DT-75 plakettnek az elején, és akkor oda alulra alá kellene írnia azt, hogy Kazasztán, de ő neki annyira le van harcolva, ugye ez az egy modell, amit én hoztam, hogy nem, hogy plakett nincsen rajta, hanem egy vödörlók gyakorlatilag. Lehet, hogy leesett ez benne a vödörbe a plakett, nem tudom, de ugye ez egy kicsit ilyen retes modell, egyébként gyönyörű. Nekem annyira tetszik ez a modell, nagyon szép, retteltesen jó kidolgozott, rozsdás, kopott, fú, de és olyan dolgok vannak, olyan dolgokat tud ez a modell, gyerekek, hogy ezt érdemes megnézni. Komolyan mondom, annyira szeretem, amikor egy készítő, egy modell olyan icipici apróságokra is figyel, amit majd mindjárt meg fogok nektek mutatni, de komolyan mondom, szerintem le fogtok ülni. Gyönyörű, és nem a külsőről beszélek, de annyira tökéletes. Én ezt akkor vettem észre, amikor itt hagytam egy kicsit a gépet, amiután miközben nekiálltam egy picit tesztelni, kicsit felálltam, mondom, öntök egy teát. És mondom, ilyen nincs. Mondom, ezt nem hiszem el, hogy ilyet tud. Egyébként semmit nem lehet rajta változtatni. Nem is baj, teljesen jó, ez így van, így ahogy van. Pillanat. De komolyan mondom, pillanat, gyerekek, megmutatom. Tök jól néz ki, tökret az egész. Le van harcolva, de mégis szépen, szépen néz ki. Fú, tök kopott. Ugye erről beszéltem, hogy ez a Molotov gaz 51-esnek a vezetőfülkéje konkrétan. Ugye ezt cserélték ki később a szögletesebb fülkére 70-es évek környékén, akkor elkerült egy kicsit jobbra ugye a vezetőfülke, és ide került ugye az üzemanyagtartály, de volt olyan típus, amelyiknek ugyanúgy hátul maradt. Na, akkor vegyük meg, és akkor nem kell megvenni, hát kint van a bolt előtt, úgy gyerekek. Itt van ez a csoda, és lehet, hogy nem fog, előre el fogom mondani, hogy mire kell figyelni, és utána egy kicsit feltolom a hangerőt, és szeretném, hogy figyelnétek. Lehet, hogy egy-két percen keresztül nem fogok semmit mondani, hanem csak itt fogunk hallgatózni a motor háztető vagy a géptető környékén, de meg fogja érni, gyerekek, mert olyan fogtok tapasztalni szerintem, hogy modban szinte még nagyon-nagyon ritka volt számomra. Egyébként egy icipicit azért lehetne a textúra minőség jobb. Azért nagyon ilyen közelről, amikor ide hajolsz, akkor azért meg lehet látni, hogy a textúra az nem a legélesebb, de különben tök jó, nekem nagyon bejön, az a vödör is kell, gyerekek, baromi jó, nekem tetszik nagyon. Rozsdás, minden, ami rozsdásnak kell, hogy legyen. Ütött, kopott, fú, egyébként erről beszéltem, ugye itt van ez a hegesztett keretszerkezet, gyakorlatilag annyira egyszerű, mint a bot, gyerekek. Van egy ilyen hegesztett keretszerkezetük, abba belecsapták ide a motort, elé ugye hűtő, akkor ugye erre felfüggesztették a keretszerkezetre a különböző a járószerkezetet, rádobtak egy ilyen kabin, azt adjál neki mennyi, azt 3 millió darabot legyártunk belőle, azt elnyűhetetlen. Fú, gyerekek, olyan, egyébként utána olvastam, olyan minőségű üzemanyaggal elment, hogy semmi más nem. És nagyon sokat gondolkozhattak azon egyébként, arról szeretnék még egy nagyon picit beszélni, hogy ugye 75 lóerős erőforrásról beszélünk. Hogy mi az, hogy 75, miért csak 75 lóerős egy erőforrás, de ezek az erőforrások azok teljesen máshogy épülnek fel, mint egy személyautóba. Ugye ezt a 75 lóerőt nagyon alacsony fordulatszámon is tudják, és az nagyon alacsony fordulatszámnak köszönhetően, ugye nagyon alacsony fordulatszámon és nyomatékos motornak köszönhetően ezek a motorok, ezek ugye igáslóak, ezek elpöfögnek a végtelenségig, amíg csak le nem hullik róluk a kaszni vagy valami. Ezek arra készültek, hogy ezek egy túlméretezett nagy dög blokkok, amik alacsony fordulaton is le tudják adni, nem kell őket pörgetni, hogy nem úgy van a 75 lóerő, hogy az 5000-es fordulaton, pek, kicsi gázzal esetleg aztán úgy adja már ugye a nyomatékot. Meg még ráadásul természetesen olyan áttétel, hogy 12-vel tud maximum menni, és képzeljétek el, 12-vel tudna a legmagasabb sebességi fokozaton menni az autótok, hát természetesen, hogy lenne még, mert abba is erő, nem kellene ez a hatalmas blokk bele. Jó. Most nem fogok beszélni, egy kicsit felnyomom a hangerőt, és szeretném, hogy nagyon figyeljétek. Elmondom, hogy mire kell figyelni. Egy, baromi jól meg van csinálva, hogy a kétütemű benzin indító motort, amíg el nem indítja magát a dízel motort, addig nem tudod használni a járművet.
Ami lehet, hogy idegesítő lehet, ami játék közben, amikor beleugrasz, aztán meg végig kell várni, hogy felpörög, minden megtörténik, ez egy dolog. Utána mire érdemes figyelni, amíg nem fog beszélni? Gyerekek, ugye indításkor általában dúsítjuk az üzemanyagot, mondhatjuk úgy is, hogy szivatjuk a járművet. Azért, hogy ugye szépen hidegen bemelegszik, minden szuper. És miután bemelegszik, a szivatót visszalöki az ember, vagy az automata szivató visszamegy, és le tud esni a fordulatszám, addig általában kicsit emelkedett fordulatszámú járnak ezek a motorok. És ezt megcsinálták, gyerekek. Az a modern vette azt a fáradtságot, hogy amíg hideg a motor, addig szivatva van, és utána egy ilyen végtelen lassú pöfögő alapjáratra esik vissza. És ezt szeretném nektek megmutatni, addig nem fogok beszélni, mindenképpen figyeljétek a hangot, utána akkor ki fogjuk tárgyalni. De ne pörgessetek be, várjátok végig, szerintem megéri maga az élmény, hogy és hibátlan a hangja, várjatok egy pillanatra. Ha tudnám, rá fogok jönni, hogy hol van a hangerő, akkor felrakom egy 40-re, 20 voltunk, de lehet, hogy ez 10-re le kell lennem, mert nagy teljesen hangos a játék. Sőt, mentek is egy-egy gyerekek akkor. Na, elindítom, és akkor nem fogok beszélni addig. Én ki fogok szállni, hogy elindítom. Na, itt már nem megy, ugye ez volt az a kétütemű hang, az volt ugye az indító motor, gyakorlatilag önindítóként funkcionál, ugye elindítsa a nagy dízelmotor, de most azt lehet majd hallani, hogy pörög, gyakorlatilag pörög a dízelmotor, dúsított keveréket kap, meg van szivadva, figyeljétek. És figyeljétek, hogy egy idő után ugye vissza lesz tolva a szivató, és gyakorlatilag beáll a normális alapjáratra, és utána onnan úgy tudod használni. Figyelj! Csodálatos, gyerekek, komolyan mondom, le a kalappal a készítő előtt. Egy olyan icipici dolog lehet ez ugye, hogy a hangfájlokkal valamilyen szinten variál, beállítja őket, hogy mikor milyen hangot adjon ki a jármű. De egyszerűen csodálatos, hogy megvan a folyamat, hogy indító motor, utána szivatva, pörög, utána szépen visszaesik a fordulat, erre gyönyörűséges hangra, hát komolyan mondom. Viszont itt le fogom venni én a hangerőt, mert hangos a jármű, és nem akarom, hogy ne halljátok a csodálatos hangomat. De is annyira hallani ezt a kettyegő, zakató hangot, gyerekek. És egyébként csak, indító motor, amikor indít, akkor még nem tudod használni a járművet. Nézzük meg a belteret. Olyan kopott, olyan rozsdás szar. Egyébként a textúra minőség egy icipicit lehetne szebb, de más, minden tökélet. Egyébként a kormány ugye így van megoldva, ugye ezekkel a botkormányokkal, működik tök jó. Egyébként a motor animálva mozog bent, kettyeg a izébe a gépháztető alatt. Na de nézzük meg akkor. Szuperul működik, srácok, 12 km per óra, nem csites, nincsen túl konfigurálva. Ugye tudja azt, hogy ugye az egyik lánctalpat lefékezed, azt nem tudja, hogy hátrafele tudod forgatni az egyik lánctalpat, a másikat előre. Bár azt lehet, hogy a rendes gép se tudja.
Csodás. Nekem nagyon tetszik a mod. Nagyon szeretem az ilyen modokat, amik nincsenek túl konfigurálva, nincs belegondolva. Pontosan megpróbálják azt a járművet leutánozni, ami a valóságban is van. Nem kell nekünk az, hogy hiper szuper legyen, hanem de azt tudja, azt tökéletesen tudja. Viszont menjünk akkor tesztelni, mert azért tesztelni fogunk, a gyerekek. Tesztelni fogunk, mert én ide ezt már beállítottam. És mivel nagyon nincs értelme kipróbálni más ellen, emiatt ezt önmagába fogjuk kipróbálni. Ugye így is le fogjuk tudni szűrni, hogy hogy működik, hát vázoljuk fel, hogy hogy kellene, őnek úgy kellene működni, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony sebességi fokozatban, nem megrugva, mivel ezek ugye ilyen körmökkel ellátott láncszalapszemek, ezek nem szabad, hogy megrugjanak, viszont mivel ez egy olyan traktor, ami a végsebessége 12, emiatt egy nagyon alacsony sebességi fokozatban szépen el kell ketyegnie felfele. Úgyhogy, hát a tempomotot nem érdemes beállítanom, mert 12 a végsebessége is. Mi annyit csinálunk, elindítjuk, és akkor nyomunk egy tempomatot, és megnézzük, hogy ez úgy viselkedik-e. Mert ugye ennek nem szabad az, hogy megugrania, ennek az kellene, hogy nagyon szépen lassan elindul, és úgy, mint a csiga-biga, szépen húzza, nem elrugott lánc, esetleg megrughat a lánclap, de nagyon nem hiszem, hogy megszabadna neki. Ezek egy ilyen viszonylag széles lánclap szegmensek, meg elég hosszú, ugye 4 darab futógörgön. Csináljuk, gyerekek, beindítom. Ugye ahogy mondtam, ilyenkor még nem tudod vezetni, hiába nyomod bármit, nem működik a jármű, és a valóságban sem működne, ugye? Oké. Szépen elindulunk. Emelt alapjára dusított keveréket kapja. Úgy értem keveréket, hogy üzemanyag és levegő keveréket. Jó, és akkor megpróbálok. Nyomok egy 3-as gombot, gyerekek. Oh! Elindult? 2-vel? Gyerekek, elindult 2-3-bal, 2-vel. 2-vel megyünk felfele. Hoho, egy kicsit kanyarodni kellene, csak ugye, hogyha kanyarodunk. Oké, jó. Akkor ugye az egyik lánctap oldalt azt így lassítjuk. És az nagyon érdekes egyébként a kanyarodásnál, hogy a kanyarodásnál, hogyha kiúzod az egyik kart, akkor úgy is tud maradni, ugye? Úgy. Gyönyörű belső rézet is. A belső rézetben még nem is húztunk, de most... És 4-jel gyerekek szépen okosba megy felfele. És milyen alacsony alapjárat, nem tudom, azért remélem valamennyire halljátok. Hallani a lánctap gördülését. Vagyis nem alacsony alapjárat annyira, de mégse az a... nagyon jó gyerekek. 3 km/h-val. És ezért mondtam, hogy ezt nem lehet összehasonlítani, most hiába 75 lóerő, most én idehozok nektek egy 100 lóerős nyuszit, amelyik nem fogja így húzni. Lehet, hogy az elején gyorsabban fogja húzni, de nem tudja így húzni, hát ő egy teljesen más karakter. Ő egy abszolút más. Egyébként ugye későbbi verziók is, meg ennek is volt olyan lehetőség, ugye az alvázra csatlakoztatott, nagyon gyakori bulldozer kivitel is volt. Ugye magára erre a szögletes alvázra csatlakozott itt két oldalt a tolólap, és egy darab hidraulikus szerkezet emelte és süllyedtette, ennyi tudott, de ezt rettenetesen jól tudta. Ugyanaz a szögegyszerű orosz mentalitással készült, mint a többi dolog. Nagyon tetszik, gyerekek. Kicsit a textúrázottsága lehetne szebb. Úgy értem szebb, hogy részletesebb. A gyerekek, ennek így kell működnie. Ez megint egy hibátlan mód. Ugye, hogyha ezt berakod a játékba, akkor gyorsan te nem fogsz menni, de egy biztos, hogy ha lassan valamit akarsz mozgatni, mondjuk egy tudjátok, mire tudom elképzelni? Tényleg egy bulldozernek, mert ugye ennek lehet olyan verzióit is esetleg leszetni, amelyik tudja, vagy esetleg ugye silótaposásra, vagy pedig mozgatni dolgok. Meg autentikus gyerekek, ezzel régen, figyeljetek,
12-vel ment, annyival szépen elszántott. Szerintem annyival még el is tudta húzni az ő ekéjét, ő neki megfelelő ekét. Na, itt most már egy kicsit azért. És szerintem ugye ez elő fog elfogyni belőle, mivel ezek a lánctalpak ezek valószínűleg nem fognak nagyon megrúgni. Ez. Hát, egyel megyünk, egyel. És még próbálkozik. Oh, ez a belső nézet, miért nem húztam eddig belső nézetbe egy kicsit? Na gyerekek, nulla, nulla. Nem is jelzi már nulla, de még mindig mozgunk. Jó, és szerintem itt fáradtunk el, és látjátok, elfáradt. Mert megrúgni nem rúg meg. A lánctalpak azok ugyanúgy vannak. Álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg egy pillanatra. Oké, srácok. Hát mivel tényleg nem tudom összehasonlítani, itt már csak a józan eszünkre tudunk hallgatni, hogy na hát akkor ennek tényleg így kell működnie? És én azt mondom, srácok, hogy ennek a járműnek pontosan így kell működnie. Ennél jobban ezt nem tudták volna konfigurálni. Ez így. Erre való lassan, nagyon lassan az világból kihúzni akármit ezzel a 75 lóerővel is. Mert ez így. Ez erre készült, ezt tudja, ezt nagyon jól tudja, gyerekek. Egyébként pont nem is tudom, beszéltem valakivel, nem olyan régen, és azt ő mondta, hogy ő erdészeten dolgozik. Nem tudom, nem Szilárd, nem valaki más mondta, hogy még erdészeten még mindig használják különböző, hogyha kell, úgy mondta, úgy fogalmaztak, mert ott az MTZ, de hogyha keményet kell húzni valamit, akkor jön a DT. és nem egy hatalmas traktor, de akkor is ugye azt, amire megálmodták a ruszkik, az a mai napig teljesíti, és ennyi év távlatából, gyerekek. 60-70 év távlatából. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Jöjjenek a tippek, hogy milyen járművet szeretnétek, hogy leteszteljünk. És jöjjenek a kommentek is, hogy mit gondoltok erről a járműről. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!